Lehetne diákparódia is? A főiskoláról esetleg? Jó. Te lehetnél egy osztálytársad? Lehetni. Hogy hívnak? Berki. Te vagy a Berki, akkor én lehetek súlyogtanárnő? Lehet. Egy ilyen beszédórán. Jó. Hát akkor kedves Berki, akkor talán a mai anyagból valamit talán a Petőfi tiszáját, ha lenne. Az volt mára! Miért kell kerülgetni? Lenne olyan kedves elmondani ezt az anyagot? Menjek föl! Timpalom! Ahogy gondolja, talán... Jó, jó. Nagyon rövid. Petőfi Sándor! Tisza! Azt a mindenit! Ha mi van, általán az iskolai anya, nem ugrik be! Pillanat, ne csúj! Nem kell csúj, Petőfi Sándor, talán nekem van egy problémám. Adja elő, Berki. Na most, hogy mondjam? Petőfi Sándor Tisza, Tisza, Petőfi Sándor Vesze, Tisza, írna Petőfi Sándor, Petőfi Sándor Tisza. Tudni nem mindegy. Berki, ahogy magának a legkellemesebb. Ahogy nekem a legkellemesebb? Szép kis felelősség. Petőfi Sándor! Tisza! Emellett döntöttem. Ha nézd oda. Hát nem tudom, mi van velem. Nagyon szépen kérlek, ne súgj. Általános iskolai anyag. Rengeteg adival foglalkoztam a múlt héten. Egy adi délelőtre készülök. Egy adi matiné. Tele van a fejem adival. Petőfi Sándor! Tisza! Ha nézd, csak az adi. Megőd! Petőfi Sándor! Tisza! A rakonópart alsó kövén ültem. Nézd, nem, hogy úszik el a dinnyerény. Alig hallottam, szóltam a merűsen, hogy megyek a felszín, hallgat a mély. Mint a szívemmel hajt volna szava, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Te jó Isten! Hát ez a Duna!